és legyen esély, és felvállalt magadnak, úgy ússza be, és jössz le. Hosszú idő után újra zajlik az edzés ebben a szekszárdi konditeremben, ugyanis hazánkban a beoltottak száma elérte a 4 milliót, így szigorú szabályok és folyamatos fertőtlenítések mellett hétfőn ismét kinyithattak országszerte, többek között az edzőtermek is. Azonban utóbbit jelenleg csak azok az emberek látogathatják, akik védettségi igazolvánnyal rendelkeznek, valamint versenyszerűen sportoló 18 év alatti fiatalok. Emiatt azonban lényegesen kevesebben veszik igénybe ezt a szolgáltatást, mondja a hely tulajdonosa. Nagyon kevesebb, mint tavaly, és remélem minden rendben lesz, remélem mindenki tudok jönni vissza edzeni, mint régen volt, de az még kell idő, mindenképpen. Az újonnan kialakított teremben edzenek a dombóvári boxolók. Ők már akkor megkezdték a felkészülést, amikor megnyillott a felújított csarnok. Ebbe az edzőterembe nem csak profi boxolókat, hanem minden sportolni vágyó embert várnak. Az első edzések már megvolt, tehát már május 1-től már alig várták, már topogtak az ajtóba, hogy mikor jöhetnek, tehát május 1-től már működik a terem. Pakson is az edzőtermek, mozgásstúdiók nagy része újra várja a sportolni vágyókat. Az elmúlt egy évet nagyon megsínlették, hiszen az év nagy részében zárva voltak. Könnyebbséget a kormány rendeletben törölt bérleti díjak jelentették, mely a túlélést is segítette, illetve szerencsésebb személyi edzőknek volt más munkahelyük is. Szigorított helyzetre való tekintettel, ugye mi is, amit tudunk, az a fertőtlenítés, felmosunk, a súlyzókat mindig áttöröljük. Van kint nagyon sok légfertőtlenítő, készfertőtlenítő, felületfertőtlenítő, tehát mindenféle törlőkendők vannak kint. Én nem maszkot nem szoktam kérni, aki fölveszi, fölveszi, aki nem. Mondjuk szerintem maszkban nem is nagyon lehet edzeni. Ezen felül ilyen gumikesztyű, meg más nem szoktunk, hiszen nem vagyunk annyian itt. A kormány következő kitűzött célja az 5 millió beoltott, ami után többek között a családi rendezvényekre, például esküvőkre vonatkozó korlátozásokat is fel fogják oldani.